szólalását, amely értetlenül állt azelőtt, hogy mit keres itt a tevékenységeknél, és mit keres itt a környezetvédelem. Azért egy gondolatot ehhez hagy tegyek hozzá. Második János Pál óta nemigen lehet a keresztény világban azt mondani, hogy a természethez való viszony nem alapvetően fontos az egyház és az egyházak szempontjából. Itt nem arról van szó, amiről szeretném ezért a közvélemény előtt egyértelművé tenni. Nem arról van itt szó, hogy valamiféle környezetvédelmi tevékenységet kíván olyan módon beemelni, ahogyan ezt képviselő úr az előbb gondolta, hanem az egyház, a vallás és egyáltalán a hitbéli hitüket megélő embereknek a természethez való viszonyának a fontosságát jelenti. És amikor erről van szó, lehet, hogy a szóhasználat nem szerencsés, de hát ezen már oly sokat lehetne vitatkozni, hogy minek nevezzük ezt. Világos, hogy ennek valahol szerepelnie kell meggyőződésem szerint, akkor, amikor ez a, és szerepel is, mint ahogyan itt az előbb már elhangzott az előterjesztők részéről, hiszen ezt befogadták ismereteim szerint, vagy legalábbis a módosító ismereteim szerint elfogadásra kerülhet. Ebből az én álláspontom pedig az, hogy attól nem térhetünk el, hogy az elmúlt nem évtizedek, századok alapján nyilvánvalóan, ha nem is az alapvető hitelvek, de a gondolkodásban lényegi változás van. És ezeknek a változásoknak szerepelnie kell valahol akkor is, amikor hitelvekről beszélünk. Ezért tartottam szükségesnek és fontosnak alátámasztani, hogy én támogatom ennek a megjelenését. Köszönöm, képviselő. Tisztelt Országgyűlés, a két perces felszállásokat követően most áttérünk a normál időkeretben történő felszólásokra. Elsőként megadom a szót Csöbör Katalin képviselőasszonynak, Fidesz képviselőcsoport. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! A lelkiismeret és a vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslat részletes vitájában ismételten az állam és az egyház kapcsolatáról kívánnék röviden szólni. És ezt teszem azért, mert elsősorban szocialista képviselőtársaim még mindig nem akarják elfogadni, hogy az állam világnézeti semlegessége nem jelent társadalmi közömbösséget. A társadalmi közösségi célok érdekében az állam együttműködik az egyházakkal. Az alaptörvény vitájában szintén elmondtam, hogy Magyarországot sajátos történelmi múltja jogán sajátos egyház-állami modell illeti meg. Az, ami a magyar sajátos egyházi modellt jellemzi, az a támogató elválasztás nevet kaphatná. Beszédemben akkor is kijelentettem, hogy az egyház és az állam szétválasztását alaptörvényi szinten deklarálni kell. Az állam és az egyház szétválasztását nem szabad azonban összetéveszteni az egyház és a társadalom szétválasztásával. Az egyházak társadalomban betöltött szolgáló szerepe ugyanis nélkülözhetetlen. Meggyőződésem ugyanis, hogy az egyházak nélkül elképzelhetetlen a nemzet felemelkedése, különösen igaz ez a munkahelyteremtésre, a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére, és nem is beszélve az oktatásról. A 8 éves szocialista, szabaddemokrata gazdaságpolitikának köszönhetően bizony sok helyütt az önkormányzat nem tudja fenntartani az oktatási intézményeit. Ezeken a helyeken az állam az egyház segítségére szorul, és folyamatosan megteremti az esetleges átvétel feltételeit. Ezzel kapcsolatban is szeretném felhívni tisztelt képviselőtársaim figyelmét a 4/1993-as alkotmánybírósági határozatának megállapításaira. Egyrésztről a határozat kimondja, hogy abból, hogy maga az állam semleges, nem negatív vallásszabadság, és még kevésbé a vallási közömbösség támogatása következik. Másrésztről nincs akadálya annak, hogy a jogalkotó a vallás és az egyház sajátosságait figyelembe véve alkossa meg azokat a szabályokat, amelyek a vallásszabadság alapvető jogát érvényre juttatják. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy természetesen arra is tekintettel kell lennünk, hogy akik nem kívánnak egyházi iskolába járni, ténylegesen úgy kell lehetővé tenni az állami iskola támogatását, hogy ez ne jelentsen aránytalan terhet. De ismereteim szerint ilyen aránytalan teherről az ország egyik pontján sem beszélhetünk. Azonban azon szocialista javaslatot, hogy az államnak kötelessége legyen minden iskolával
rendelkező településen biztosítania egy világnézetileg semleges intézményt is, egyenesen abszurdnak tartom. Úgy vélem, hogy jelen gazdasági helyzetben, a népességfogyást is figyelembe véve, ilyen hasonló javaslatokkal előállni csak a feszültségkeltést szolgálják. Végezetül pedig engedjék meg, hogy reményemet kifejezzem azzal kapcsolatban, hogy az új egyházi törvény elfogadása következtében a vallásszabadság alapvető joga még teljesebben fog érvényesülni. A hit és az erkölcs tanítása pedig hozzájárul a jövő nemzedékek értékesebb életviteléhez. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, képviselő asszony. Tisztelt Országgyűlés, felszólása következik. Mirkóczki Ádám képviselő úr, a Jobbik képviselőcsoportjából öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, akkor én visszatérnék a részletes vita módjához. Egészen konkrétan a 9-es ajánlási pontot szeretném kifejteni, vagy megvédeni, vagy úgymond támogatásra biztatni a kormánypárti képviselőket. Itt ugye a második paragrafus első bekezdésének módosítását javasoltuk. Egészen konkrétan arról van szó, ugye, hogy a lelkiismeret és vallásszabadság gyakorlását az oktatási, egészségügyi, szociális, család, gyermek és ifjúságvédelmi intézményekben ellátott, valamint a büntetés végrehajtási intézetben fogvatartott számára egyén és közösségi szinten is lehetővé kell tenni. Így szólt az eredeti javaslat, mi pedig ezt a pontosítás egyfajta technikai megoldás okán bővítettük volna egy olyan félmondattal, vagy bővítettük egy olyan félmondattal, hogy azon egyházak, vallási közösségek számára, amelyek tanítása nem ütközik az adott intézmény céljaival. Én úgy gondolom, hogy ha valaki alaposan és logikusan végig gondolja ezt a módosítást, akkor nem hiszem, hogy találhat benne, vagy talál benne bármi kivetnivalót. És mint utaltam már rá, de most is elmondanám részletesen, hogy miről van szó. És akkor itt most egy konkrét példával élnék, ugye itt van rögtön a Jehova tanúi, nem kell nagyon ismerni a tanaikat, de elég, hogyha itt a hivatali laptopon rákeresnek interneten, és akkor itt van a Jehova tanúiknál, hogy bűnök és tilalmak. Ünnepeken való részvétel rendben van, ez nem jár semmilyen fájdalommal, vagy komolyabb vonzattal, bár ez is azért problémás szerintünk, hogy mondjuk egy adott iskolában, ha valaki ehhez a felekezethez tartozik, akkor nemzeti, állami, vallási ünnepeken adott esetben nem vehet részt. És erre tudunk konkrét példákat, az én családomban is van pedagógus, megtörtént eset. Szerintünk ez problémás. Ami viszont sokkal fontosabb, ami tilos náluk, és akkor idézem szó szerint, vérátömlesztés és egyes vérkészítményeket, illetve az ezeket tartalmazó gyógyszereket elfogadni, bűn, stb. És az ebből fakadó műtétek. Hát kérem szépen, hogyha ezen javaslat az általunk javasolt pontosítás nélkül marad, és így lesz elfogadva, akkor adott esetben a kórházakban, vagy bármilyen egészségügyi intézményben ilyen problémák előfordulhatnak. Szerintünk ez azért hiába egy apróságnak tűnik, elég komoly. És mi azért szeretnénk azt javasolni, hogy olyan vallási közösségek és egyházak számára legyen ez előírva, amelyek tanításai vagy hitelvei nem ütköznek az adott intézmény céljaival. Én azt gondolom, hogy ebbe semmi olyan probléma, semmi olyan kivetnivaló nincs, amelyet ne lehetne támogatni, és még egyszer arra kérném a tisztelt kormánypárti képviselőket és előterjesztőket, hogy támogassák ezen javaslatunkat, mert ez egy életszerű példa és teljesen logikus. És akár emberéletbe is kerülhet ezen apróság, vagy ezen figyelmetlenség, hiszen nem gondoljuk, hogy ez szándékosan lett így megfogalmazva, azért vagyunk, hogy konstruktív vitát folytassunk. Egy másik ajánlási pontról, ugye erről már szólt, amit szintén arra hívnám fel a figyelmet, hogy ezt a kizárólagosságot egy kicsit konkretizáljuk, mert adott esetben így problémás lehet. És szerintem nem fog beleférni a 19-es ajánlási pont, hogy kifejtsem, ezért majd azt egy következő hozzászólásomban mondanám el. Viszont még utalnék arra, ma már elhangzott a 13-as ajánlási pont,
amely a 6-os paragrafus első bekezdése konkrétan, hogy e törvény alkalmazásában vallási tevékenység olyan világnézethez kapcsolódó tevékenység, mely természet felettire irányul. Mi ezt szeretnénk kibővíteni, és ez szintén csak a pontosítást szolgálja, hogy mely természet felettire, vagy valamilyen végsőnek tekintett valóságra, és igazából amely minden vallás lényege, az emberi élet végső kérdéseire irányul. Mi azt gondoljuk, hogy ez érdemben nem befolyásolja, inkább pontosítja a megfogalmazást, és azért minden vallásnak valahol a célja, és minden lelki tevékenységnek a célja az emberi élet üdvözítése, és azt gondoljuk, hogy akkor, vagy ebben az esetben kevés az, hogy a természet felettire. És szeretném hangsúlyozni, hogy rengeteg olyan szekta van, akár destruktív céllal, akár mással, amely ugyanúgy a természet felettire irányul, csak adott esetben pszichológiai, parapszichikai, stb. Tevékenységet folytat, teljesen belefér abba, hogy a természet felettire. Viszont abba már nem férne bele, hogy valamilyen végsőnek tekintett valóságra, pláne nem az emberi élet végső kérdéseire. Szeretnénk, hogyha ezt is mérlegelnék a tisztelt kormánypárti képviselők, és adott esetben támogatnák ezt az apró javaslatunkat, és akkor egy következő hozzászólásban még folytatom. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelettel köszöntöm képviselő társaimat, és 2 percre megadom a szót Szilágyi Péter LMP-s képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. A tévében hallottam, hogy Mirkovszki képviselőtársam aggódott amiatt, hogy milyen kapcsolat fedezhető fel a környezetvédelem és az egyházak, illetve a vallás tudomány között. Én ajánlom figyelmébe a Vigília című folyóiratot. Tudom, hogy képviselőtársam eléggé aktívan érdeklődik a teológia tudománya iránt, és ha jól tudom, akkor nem sokára megkezdi tanulmányait is. Én csak 2 dolgot szeretnék ebből idézni. Az egyik az Evangélium Vitae című enciklika, amely felhívja az emberiséget a világ kertjének művelésére és őrzésére. Illetve biztos hallott már a Velencei nyilatkozatról, ami 2002. júniusában 2. János Pál és 1. Bartolomeusz konstantinápolyi pátriárka közösen adott ki, és ez felhívja minden jóakaratú ember, hívő és nem hívő ember figyelmét a környezeti problémákkal való felelős szembenézésre és cselekvésre, valamennyi emberi kultúra értékeinek, valamint a tudományos technikai eredményeinek felhasználásával utódaink javára. Én úgy gondolom, hogy eléggé egyértelmű ezek a csak kiragadott példák, úgyhogy mindenképpen van létjogosultság annak a módosítónak, amit beadott képviselőtársunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Következő hozzászóló Kővári János, képviselő úr, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Több ajánlási ponthoz szeretnék hozzászólni, ha megengedik, nem sorolom fel majd az ajánlási pontokat, de a tegnapi emberjogi bizottságban számos olyan pontja volt az ajánlásoknak, amiben heves vita folyt. Ezekről szeretnék néhány szót szólni. Az egyik ilyen volt, talán már említették is többen, hogy amennyiben az egyház intézményt alapít, vagy vesz át önkormányzati intézményt, akkor jogosult, tehát törvény szerint ugye jogosult, akár a foglalkoztatásnál, akár az ellátottak felvételénél a világnézeti szempontokat érvényesíteni. Ezt gondolom, hogy csak helyeselni lehet. Nyilván a MSZP-s képviselőtársaink esetben azért nehezteltek ebben a kérdésben, mert valóban az életszerű, hogy ma előfordulhat, hogy egy-egy településen csak egyházi intézmény lesz, mert esetleg az önkormányzat nem tudja az adott intézményt működtetni, és ők felvetették, hogy ugye ez aránytalan terhet róhat azokra, akik az ellátást igénybe veszik, akár szociális ellátásról beszélünk, akár oktatásról. A tegnapi vitában el is hangzott, hogy az Alkotmánybíróság foglalt ebben már ugye állást több ízben, az aránytalan teher vonatkozásában, hogy mi tekinthető aránytalan tehernek, és ebben a megnyilatkozásban egyértelmű volt, hogy ez csak az adott esetben, az adott körülmények esetén mérlegelhető, az aránytalan teher mi volt. Tehát általánosan kimondani, hogy aránytalan teher az, hogy egy településen, ha nincsen önkormányzati intézmény, akkor nem érvényesül a világnézetileg semleges ellátás. Ez ugye nem mondható ki az Alkotmánybíróság szerint sem, hiszen nyilván az adott körülményeket kell mérlegelni, hogyha a településhez közel pár kilométerre van egy másik intézmény,
akkor nyilvánvaló ez már nem róható fel ez a feltétel. Az viszont azt gondolom elvitathatatlan, hogyha az egyház átvesz intézményt, akkor teljesen jogosan várja el azt, hogy az ő egyházának megfelelő világnézetű alkalmazottak dolgozzanak ott, illetve az ellátottak is hát ezt a világnézetet vallják. Azonban az életennél még cizelláltabb is, ezt tegnap is elmondtuk a bizottságban is, nem egy helyen van, katolikus iskolában vagy református iskolában, ha más vallású gyermek tanul, biztosítják számára általában azon vallás gyakorlását, hitoktatását is. Egy másik vita volt, a népszámlálással kapcsolatosan szintén tegnap az MSZP képviselőinek volt a szemindítványa, hogy a népszámlálás során ne kelljen megnyilatkozni a tekintetben, hogy kinek milyen vallása van. Én az pont érdekes ez a kettősség, hogy hol a vallás szabadságot védik, hol pedig gátolni szeretnék, hogy valaki megvallja a vallásának szabadságát, azaz megvallja azt, hogy melyik valláshoz tartozónak érzi magát. Lehet, hogy ez a pártállami időkben még félelmet keltette ez az emberekben, hogyha ezt meg kellett vallaniuk, hála jó Istennek ez ma már nem így van, és a népszámláláson bátran vallhatja magát valaki valamilyen valláshoz tartozónak, hogy miért van rá szükség, hát természetesen ennek gyakorlati oka van, nyilván az egyházfinanszírozás és egyéb feladatok elvégzéséhez szükségesek ezek az adatok. Tegnap volt egy olyan pont, amiben azért nem is az ellenzék és a kormánypártok között húzódott meg a vita, hanem magam is egyetértettem az LMP egyik módosító indítványával, nem teljesen azonos indoklással, ez pedig az 1%-os felajánlások ellenőrzése, illetve a hozzá kapcsolódó költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozott. Ez a 22. paragrafusban olvasható az erre vonatkozó rendelkezés. Itt az olvasható, hogy az egyházak hitéleti célú bevételeit és azok felhasználását állami szerv nem ellenőrizheti, ez eddig teljesen rendjén is van. Így folytatódik viszont, hogy hitéleti célú bevételnek minősül a személyjövedelemadó meghatározott részének egyház számára történő felajánlása, annak költségvetési kiegészítése, illetve az ennek helyébe lépő juttatás, valamint az ingatlan járadék és annak kiegészítése. Jó magam, egyébként katolikus hívő emberként azt gondolom, hogy az viszont helyes lenne, hogyha a közpénzek felhasználásáról mindenkinek, az egyházaknak is el kell számolnia a megfelelő hatóságok előtt. Magam egy módosítási javaslattal is éltem, ez még vitatárgya, hogy ez elfogadható-e vagy sem. Én azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, és pont az egyházak makulátlansága miatt fontos, hogy a közpénzek vonatkozásában egyértelmű legyen a rendelkezés, hogy ezeket a kijelölt hatóságok ellenőrizhetik, akár az adóhatóság, vagy az állami számvevőszék, attól függően, hogy milyen pénz felhasználásáról van szó. És végül a környezetvédelemmel kapcsolatban magam is hadd szálljak be rövid vitába, hogy oda tartozik vagy sem. Nem is második János Pálig mennék vissza, bár nagyon szívesen tenném ezt, hanem magáig a teremtés történetig. Bizonyára olvasta képviselő úr a Bibliában a teremtés történetet, ahol ugye ez nagyjából így szól röviden összefoglalva, vagy miután megteremti az Úr az eget és a földet, az emberre bízta, hogy művelje és őrizze azt. No, innentől van környezetvédelmi tevékenysége legalábbis a keresztény egyházaknak, azt gondolom, és azoknak is, akik oda tartozónak érzik magukat. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Nyakó István képviselő úr, MSZP. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt ház! Magam is léptem volna már a témáról, hiszen Lukács képviselőtársam szóba hozta, hogy ejtsünk szót a jövő generációról is, és valóban szó is esik a 12-es paragrafus 2-es bekezdésnél, ez a járás szerinti 27-es pont egyébként. Következőképpen fogalmaz a jogszabálytervezet. Az egyházi intézmény világnézeti szempontból elkötelezett, így a felvételnél és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésénél, fenntartásánál és megszüntetésénél a sajátos identitás megőrzéséhez szükséges feltételek határozhatók meg. Hozzáteszem rögtön, hogy egyház valóban intézményt tart fent vagy vesz át, ehhez megkapja természetesen az állami normatívát is. Az állami normatíva pedig általában az adófizetők pénzéből jön össze, reformátusokéból, katolikusoké, evangélikus, vagy éppenséggel ateisták pénzéből jön össze. Természetesen semmi problémánk nincs azzal, hogyha mondjuk egy teológiai képzést adó oktatási intézménybe világnézetileg
meghatározott, sajátos identitásra megőrzéshez szükséges feltételeket határoznak meg, ezzel semmi problémánk nincsen. Annál nagyobb problémánk van akkor, amikor éppenséggel egy általános iskolába a hallgatókat, vagyis a felvételre jelentkező tanulókat azt szerint különböztetik meg, hogy ő annak az egyháznak a tanításait, identitását elfogadja, vagy sem. Adott esetben, ha már ebbe az oktatási intézménybe jár, mert éppenséggel ebbe az évben még önkormányzati intézményről beszélünk, jövőben már egyházi intézményről, szeptember 1-től egyházi intézményről beszélünk, akkor adott esetben őt hátrányos megkülönböztetés érheti, mert adott esetben nem annak az egyháznak a tanait követi. És ha a tanulókat kivesszük ebből a csomagból, bár ugye nem lehet, akkor az ott dolgozókat is komoly megkülönböztetés és hátrány érheti, legalábbis a 12. paragrafus 2-es bekezdés szerint. Véleményünk szerint ez elfogadhatatlan és tarthatatlan. Tegnap megfogalmazták képviselőtársaim bizottság ülésen, hogy természetesen ez nem így lesz, ez egy rosszindulatú feltételezés, de hát a rosszindulatú feltételezésen mellé úgy látszik, hogy az élet produkál azért egy-két tény adatot is. Egy tegnapi megjelent, nem a Magyar Szocialista Párthoz köthető sajtóorgánumban a következőket lehet olvasni. Keceli általános iskolát adták át sundám-bundám nagy titokba egy hónap alatt, úgyhogy a szülők és a pedagógusok nem tudtak róla az egyháznak. És az iskola igazgató a következőt mondja, ha nem elfogadható a misén való részvétel, akkor nem kell aláírni a szerződést. Mutatott ajtót a delegált igazgató, az önkormányzat által delegált igazgató egy pedagógusnak. Nehéz helyzetbe kerülnek a diákok is, akiket szüleik, mivel más iskola nincs a városba, így szeptembertől 20-30 kilométeres buszozásra várnak a gyerekek, ha a törvény rögzített jogával élve világnézetileg semleges oktatásba venne részt. És most személyesen egy szülő mondja el a problémáit. A szülők attól tartanak, hogy a gyerekeiken csattal majd az ostor, a pedagógusok állásukat féltik, nem mennek beszélni. A szülők nem akarják kiszakítani megszokott környezetükből a gyerekeiket. Ki akarná 6-10 éves gyermekét más városba utaztatni? Az utazással sok idő elmegy, 20-30 kilométer van a következő iskola, és mire visszajönnek, már nem tudnak külön órákon, sporton részt venni, ezekről le kell mondaniuk. Nem tudom, hogy mi az aránytalan természetesen az Alkotmánybíróság vagy a tisztelt ház szerint. Szerintem ez már azért vastagon benne van ebbe a történetbe. Az igazgató azzal nyugtatta az úgodókat, hogy aki nem akar hittanjárni, az erkölcstan órákon vehet részt. Ehhez képest az aláíradó nyilatkozaton nincs választási lehetőség, csak hittant lehet választani. Az a gyerek, idézek, amelyik nem jár be hittanra, igazolatlant kap, és ez kirúgáshoz vezethet, idézte fel, milyen választ kapott a szülő az új iskolaigazgatótól. A tanárok helyzete még a diákoknál is nehezebb, mert a munka és a felmondás között kell választaniuk, nem tudom mi az aránytalan természetesen. Semmi baja nem lesz az embereknek, ha elmennek templomba, mondta az új igazgató, az egyik hívő hitéletet elutasító tanárnak. Annyi engedményt tett, hogy aki nem hívő, annak nem kötelező a ritusban részt venni, elég, ha csak ott ül. Évi háromszor be kell jön a templomba, és ott kulturáltan ülni. Ez mindenkinek vállalható, a tanár amúgy is gyakran elmegy olyan eseményre, amire nem szeretne. Mire megkérdezte a tanár, hogy mégis melyik volt az a rendezvény, például az előző rendszerben a kötelező felvonulások. Szerintem ez a törvényi hely. Azok számára kellemetlen, akik benyújtották ezt a javaslatot. Ez véleményem szerint egy 21. századi kényszer hittérítés. Nem szabad ilyet csinálni. Mondanák valamit akkor jobbikos képviselőtársaimnak. 20-30 településen, ahogy egy iskola van, mit választ egy ember, aki a munkanélküliség vagy a takarító állás között tud választani? Az éhséget, a közhasznú foglalkoztatást, ami nincs, vagy pedig adott esetben azt a vallást, amelyet hát legalábbis ezen jogszabály alapján ma már, vagyis hát legalább a törvény elfogadása után meg lehet követelni bármelyik oktatási, szociális és egyház által fenntartott intézménybe. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen. 2 perces hozzászólások következnek. Elsőként megadom a szót Lanzendorfer Erzsébet képviselőasszonynak, Kereszténydemokrata Néppárt. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Gyakorképviselő úr, én csak egyet kérek,
ne legyen kettős mérce. Ön aggódik azokért a gyermekekért, akik egy adott településen, egy egyháziskolába kénytelenkednek beiratkozni, mivel ott nincs másik iskola. És nem aggódik azokért a gyerekekért, ahol csak önkormányzati iskola van, akik egyházi nevelés, és azokért a szülőkért, akik egyházi nevelést szeretnének adni a gyerekeknek. Ezt a kettős mércét nem lehet elfogadni. Mi az, hogy kényszerű hittérítés? A keresztény demokraták mindig is vallották, hogy a hit csak önkéntes lehet, természetjog, és természetjog ellenes lenne az, hogyha bárkit kötelező hitvallásra kényszerítene. De ha egyházi iskolába járnak a gyerekek, én azt gondolom, tényleg nem válik kárukra, és akkor nem a börtönök lennének 120%-osan megtelítve, hanem kapnának a gyermekek olyan erkölcsi nevelést, amellyel az életük is boldogabbá válna és tisztességesebbé. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! 2 perccel megadom a szót a Nyakó István képviselőnek, MSZP. Köszönöm, elnök úr! Először is azért fenntartanám továbbra is azt, hogy az állam egyenlő távolságot tart a felekezetektől. Ez nem a 90 évi négyes, hanem valamikor az 1880-as évek, sőt 1860-as évek tájékán elfogadott, azt hiszem 1868-ban fogadta el a akkori országgyűlés. Azóta ez egy létező elv, és ezen létező elv mellett megjelent abban az időszakban a világnézetileg semleges oktatásnak is az igénye. Ez egyre erősebb lett. A világnézetileg semleges oktatásban beletartozik az, hogy aki igénybe akarja venni a hittanoktatást, az vegye igénybe. Nem tudom, tetszik-e. De ma ebben a pillanatban ez a lehetőség mindenkinek fennáll, ez el lett rendezve. Hozzáteszem rögtön, itt nem csak ateista gyerekekről, ateista szülők gyerekeiről és vallásos szülők gyerekeinek a ellentétéről van szó. Hát én megmondom őszintén, ha reformátusok, elnézést kérek, akkor nevezzük. Ők vesznek át egy intézményt, egy szociális intézményt, vagy egy általános iskolát. Egyik oldalról milyen alapon utasíthatnának el az intézménybe felvételt kérő gyereket, vagy felvételt kérő beteget, ha éppenséggel katolikus. Vagy fordítva, tele van önellentmondással is, szerintem feszültségeket gerjeszt ez a javaslat. Szerintem vissza kéne térni, el kéne törölni ezt a második pontot, mert véleményem szerint ez nagyon bonyolult szituációkat, élethelyzetekhez, és komoly feszültségekhez fog vezetni. Szerintem ezt nem kéne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő 2 perces Lukács Tamás képviselő úr, KDNP. Tisztelt képviselőtársam, nem kérem öntől, hogy tartsa be a logika szabályait. Szóval lehetetlent nem próbálok öntől kérni, hiszen egyik állítása az, hogy elismeri, olvasván a törvényszövegét, hogy valóban joga van világnézetileg elkötelezett intézményt fenntartani az egyháznak. A másik állítása pedig az, hogy meri az egyházi intézmény megkövetelni azt, hogy világnézetileg elkötelezett, csak az választja ezt, aki világnézetileg elkötelezett módon képes viselkedni, vagy vállalja azokat a szabályozatokat, ami egy világnézetekkel elkötelezett iskolát megkülönböztet a semleges iskolától. Ha ezt az ellenmondást föl tudja oldani, akkor köszönöm szépen, de látom a törekvését, hogy újra dabassári ügyeket akarnak csinálni, ám tegyék, csak egy valamire hagy hívjam föl szíves figyelmét. Egyetlen olyan esetet nem fog tud mondani, még a zsurnalisztika szintjén is, amit ön nagyon szeret. Egyetlen egy olyan esetet nem fog tudni mondani, hogy az egyház kért volna iskolát, minden esetben, amiről ön beszél, az egyház részére felajánlottak iskolát, mégpedig demokratikusan választott önkormányzati képviselőtestület. Hát bocsánatot kérek, képviselő úr, ha ön ezek után azt gondolja, hogy ha
Az egyház csak arról dönthet, hogy a felajánlást elfogadja, vagy nem fogadja el. Ha pedig elfogadja, akkor csak úgy fogadhatja el, hogyha vállalja azt, hogy nem semleges, hanem világnézetileg elkötelezett iskolát fog fenntartani. Ennek pedig vannak feltételrendszerei, és mindenki, aki ezt abban az iskolában kíván járatni, eldöntheti, hogy ezt a feltételrendszert kívánja vállalni, vagy nem kíván. Tudjuk, ez a szabadság. Akármilyen furcsa képviselő úr, ez a szabadság. Csak ugye nagyon furcsa beállítása az, amit ön például felolvasott az újságcikkre, én nagyon szívesen vitatkozok kinn a folyosón, nem ebben a teremben, a zsurnalisztika szintjén is. Csak hát bocsánat, a tényeknél maradjunk egy kicsit. Köszönöm szépen, képviselő úr. 2 perce Nyakó István, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr. Néha észreveszem azt, hogyha olyan témába kapunk bele, ami